Sziasztok! A mai videóban ezt a nagyon egyszerű 5 perc alatt elkészíthető sminket fogom megmutatni nektek. Mivel a világ ennyit változott, a trendek is ennek megfelelően alakultak, ennek nagyon örülök, előtérbe került a ragyogóbb arcbőr, a sokkal natúrabb hatás. Úgyhogy ezt fogom nektek bemutatni, hogy tudjátok ezt elérni néhány eszköz segítségével. Minimális mennyiségű alapozó és egy csepp olaj, mert szeretném ezt a sminket minél természetesebbnek meghagyni. És csak így beleütögetem az arcom közepén, nyilvánvalóan az alapozó tudom, hogy sokkal sötétebb, mint az arcbőröm, de önbarnitúzom, és az arcomról gyorsabban kopik az arcadírozás miatt. Az alapozót gyorsan mindenhova felviszem, a szemöldökömet próbálom kihagyni, mert hogyha beleragad a szemöldök szálak közé, akkor hát ez annyira nem szép. Tényleg nagyon gyorsan megvan. Ezek után azokon a helyeken, ahol szükségem van egy kis extra fedésre, például a szemeim alatt a karikáknál, illetve ennél a néhány csoki által előjött pattanásnál, oda fogok felhordani egy kicsit. Én ezt tényleg nagyon keveset használok belőle, mert annyira nem sötétek az a szemeim körül a karikák. Talán itt a kis pirosságot, meg ide egy kicsit. Sokkal élénkebb a... mindenki borult. Sokkal élénkebb a tekintet, hogyha itt oldalra is raktok egy kis korrektort, és nem ebben a háromszög formában dolgoztok, mert senkinek nincsen egy ilyen lapos háromszög alakú orcája, úgyhogy ezt most ezzel az ujjammal fogom beütögetni. Aki szeretne szivacsot használni, az használja nyugodtan. Én próbálom mellőzni a szivacs használatát, mert nagyon könnyen megtapadnak benne a baktériumok, annak ellenére, hogy minden használat előtt kimosom, és ettől még jobban, még több pattanás lesz az arcom. Inkább ilyen ütögető mozdulatokkal szoktam ezt felvinni, hogy ne nyújtsam, ne húzzam a bőrt. Fogalmam sincs, hogy ez hogy néz ki kamerán. Jó, ez eddig szuper, gyorsan megcsinálom a szemöldökömet, azt sem fogom túlzásba vinni, valószínűleg maradok most csak egy egyszerű ceruzánál, és csak kitöltöm azokat a részeket, amiket 12 évesen kitépkedtem. Próbáljátok meg a hajatok árnyalatától nem túl eltérő színt választani, különben természetellenes lesz a végeredmény. Nagyon örülök neki, hogy végre vége van ennek a borzalmas, túlrajzolt szemöldök trendnek. Sosem lesznek egyformák, úgyhogy ezt így is hagyom. Mondjuk, hogy az alapozó nagyjából jó, még mielőtt lefixálnám púderrel, előtte felviszem a pirosítót, ugyanis rúzs fogok használni pirosítónak, vagy akármilyen krémes állagú pirosító megteszi. Én általában szeretem mostanában az ugyanazt a színt használni az ajkamon és az arcomon is. Mi az krém? Hogy hívják ezt? Ezt a krémet fogom most használni az arcomra, illetve az ajkaimra. Úgyhogy ezt megpróbálom oda felütögetni, ahol alapjáraton is kiszoktam pirulni. Kicsit magasabbra helyezem, mint ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Szeretek még ide az orrnyerek közepére is felvinni egy picit. Még egy picit hova? Talán ide a szememhez. Csak egy áttetsző púdert fogok felvinni azokra a részekre, ahol kicsit olajosabb a bőröm. Ide fixáljuk azt a pár csepp korrektort is ezáltal. Az ajkaim köré, tehát ezt a részt, ezt teljes mértékben szabadon hagyom. Pici kontúrozás következik, nagyon, nagyon óvatosan, csak egy ilyen C alakban szoktam ezt mostanában felvinni. Sokkal természetesebb hatást kelt, mint hogyha innentől a fületektől húznátok egy egyenes vonalat a szátok széléig.
És mivel a homlokom sem lett kisebb az évek alatt, azt is megpróbáljuk egy kicsit lerövidíteni. Alulra, meg fölé egy kicsit, ezáltal nem is lesz szükségetek arra, hogy bármiféle szájceruzát használjatok. A szemeket is ilyen egyszerűen fogom meghagyni. Egy picike színt fogok felvinni még hozzá ide a szemzugba. Ez egy barna színű szemceruza. Semmi feketét nem szeretek használni, mert megkeményíti a tekintetet, néhány esetben öregít is sajnos. És jöhet egy kis highlighter, én ezt a kis palettát használom. Mi az, Gabi? Közben pélyesezik. És szintén C betű alakba felütögetem az arccsontra. Szeretek még ide az orromhegyére tenni egy picit. Nem az orrom teljes hosszára, mert nem szeretném tovább nyújtani. Az orrhegyre és középre ide föl egy picikén. Maradékot a felső ajkamhoz, és ezek után pedig egy kis rúzsozás következzen az ujjaim segítségével. Ugyanabból a színből, amiből a pirosítót is használtunk. Nem kellenek erős, éles vonalak. Sokkal dúsabbnak tűnnek az ajkak, hogyha picit fölé mentek, de csak ilyen elmosott vonalakkal. Tehát nincsenek éles vonalak, csak így elsatírozzátok az ajak fölött. Még teltebbnek tűnhet, hogyha nem mentek ki teljesen a szélére, hanem csak a középső felére fókuszáltok. Szóval ennyi lenne ez az 5 perces smink. Nagyon egyszerű, nem kell hozzá tényleg semmi. Remélem tetszett, hogyha nem, akkor meg nem mondjátok meg.